Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. Ez itt a Minden is, ami Stephen King rovat, ma pedig a Duma Key című regényéről lesz szó. Ábusz végigolvasta velem a történetet, és szerintem neki is nagyon tetszett. Ezt a 720 oldalas féltéglát kicsit több mint 2 hét alatt olvastam el, és ha a hétköznapok fáradtsága nem szól közbe, és nem nyom el a buzgóság néhány este, akkor valószínűleg még hamarabb is sikerült volna elolvasnom, mert nagyon-nagyon szerettem. Régóta megvan már ez a könyv, de sokáig halogattam az olvasását, ami egy nagy hiba részemről, és ebben nagyon sokszor beleszoktam esni Stephen King műveinél, hogy a címe nem kelti fel az érdeklődésemet, a fülszövegeket pedig nem olvasom el, mert tudom magamról, hogy King összes könyvét szeretném majd az életem során valamikor elolvasni, így nincs arra szükség, hogy előre tudjam, hogy miről fog szólni az adott könyv, mert akár tetszik, akár nem, így is úgy is végig fogom magam rajta rágni. Nagyon nagy hiba volt, hogy ennél a könyvnél sem tettem ezt meg, mert ahogy már eddig néhányszor tapasztaltam, szuper jó történetektől fosztam meg magam ezzel a tulajdonképpen butassággal, amit csinálok, és nagyon le kéne szokni róla. Nem tudom, hogy a fennmaradó műveinél még ezt meg fogom-e tenni, vagy sem. Minden esetre nézzük ezt a kis könyvet. A Duma Key egy remek példa arra, hogy egy regénynek nem kell 36 szálon futnia, és nem kell a csavart fagyit megszégyenítő fordulatokkal rendelkeznie ahhoz, hogy jó legyen. A koncepció ugyanis végtelenül egyszerű. Edgar Freemantle egy építkezési vállalkozó balesetet szenved, amelyben elveszíti a jobb karját, a lábadozása folyamán pedig a házassága is tönkre megy. Ezért az orvosa azt tanácsolja neki, hogy változtasson környezetet, és ha volt valami hobbija, ahhoz lehetőség szerint térjen vissza, mert ennek is jó hatása lesz a gyógyulására. Edgar ezért egy Duma Key nevű félszigeten kibérel egy hatalmas nagy rózsaszín házat, amit rózsaszín behemótnak nevez el, és újra kezdi a rajzolást. Duma Keyn valami megmagyarázhatatlan energiák munkálkodnak, mint az egyébként várható is volt, ezért Edgar természetfeletti képességekre fog szert tenni. Stephen Kingnél nem először fordul már az elő, hogy a főszereplője valami fajta baleset folyamán tesz szert ilyesfajta képességekre, és ahogy Edgar történetét olvastam, eszembe is jutott a Holdsáv, amelyben történt valami elég hasonló, de ez az összes párhuzam a két könyv között egyáltalán nem hasonlít semmi másban a Holdsávra ezen kívül. A Duma Keyn munkálkodó energiáknak hála Edgar állapota rohamos fejlődésnek indul, mind az afáziája, mind a járása nagyon sokat fejlődik, és ő maga is egyre jobb eredményeket ér el a rajzolás és később a festés terén is, valamint összebarátkozik a saját háztartásában segítkező Jack Cantorival, valamint a szomszédságában lakó 80 éves Elizabeth Eastlake-kel és az ő tápoló Jerome Wireman-nel, aki egy spanyol ajkú ember, és végtelenül vicces tud lenni. Ezután pedig a szokott mederben folyik a történet, minden megy a maga útján, és már tényleg annyira szép, hogy az ember el se hiszi, és nem is kell elhinni, mert Stephen Kingről van szó, akár mennyire is szépen felépíti, még akár a sikersztorit is, biztosak lehetünk benne, hogy egyszer csak berobban valami őrültség, és megnyugodhatunk, hogy ez így is lesz, ha a történet közepén még annyira nem is, de a végére biztos, hogy elszabadul a pokol, és várhatjuk, hogy ez mikor fog megtörténni, és milyen formában, nem mondom el, mert nem akarom leszpoilerezni az egész könyvet. Annyi biztos, hogy Duma Keyn nem egészen az minden, aminek látszik, és vannak azért itt csúnya-csúnya sötét titkok, amelyekre a szereplőink szép lassan fényderítenek. A történet folyását egyáltalán nem éreztem lassúnak, annak ellenére, hogy 720 oldalról beszélünk. Nekem a tempója tökéletesen megfelelő volt, nem ült le a történet sehol, mindig akadt valami kis izgalom, valami tovább lépés, ha nem is azt mondom, hogy váratlan fordulat, mert egyébként eléggé kiszámítható, hogy mi fog történni legközelebb. Ezek tényleg mindig meg is történtek, és az ég egyet a világon semmi probléma nincs azzal, hogyha egy történet kiszámítható. A fő konfliktus lezárását először egy kicsit gyengécskének éreztem ahhoz képest, ami ennek indult a könyv,
Viszont minden értelmet nyert a végére, a lezáró jelenet pedig jobban nem is sikerülhetett volna, és nem is lehetne kingesebb, ahogy ő ezt az egészet lezárta. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy Edgar Freeman-tól képeit soha az életben nem láthatom. És ezzel Marisa Passo Éjszakai mozi című könyve jut eszembe, ahol szintén az volt a bajom, hogy nem láthatom Stanislas Cordova filmjeit, amelyekről a könyvben szó esik. Itt ténylegesen ugyanez a helyzet. Nagyon szerettem volna ezt a vizuális élményt magamnak. Szinte az összes szereplőt sikerült megkedvelnem. A nagy kedvenc természetesen Wireman volt, a kis spanyolos temperamentumával, közbeszúrt egy-egy spanyol szavával, az életigazságaival, illetve Edgar lánya Ilze, aki egy nagybetűs nő volt a szememben végig a könyv folyamán, annak ellenére, hogy csak 19 éves volt, és igazából Mrs. Lake-et is eléggé bírtam. Akit nem szerettem, az Edgar volt felesége, Pam, és akármennyire is értettem az ő reakcióit, az ő viselkedését, nekem nagyon sokszor visszatetsző, sőt visszataszító volt, ahogy ő Edgarhoz viszonyult bizonyos helyzetekben. Értem, de nem elfogadható, és emiatt az ő karakterét nem tudtam megkedvelni a könyv végére sem. Mindent összevetve egy szuper olvasmányélménnyel gazdagodtam, és bár még azt nem döntöttem el, hogy kedvencnek bejelölöm-e ezt a könyvet a Mojon, a jól megérdemelt 5 csillagot már megadtam rá. Ennek a könyvnek a befejezésével már csak 6 olyan kötet maradt Stephen King életművében, amelyet még nem olvastam, illetve most már publikus, hogy még ebben az évben érkezik a Holly, az új könyve, ezzel együtt ez a szám tulajdonképpen 7 lesz majd. Kívánjatok szerencsét nekem ahhoz, hogy sikerüljön mindegyiket még ebben az évben elolvasnom, ahogy szeretném. Ha pedig ezt a könyvet ismeritek, akkor írjátok meg kommentben, hogy nektek milyen volt a viszonyatok vele, mi róla a véleményetek. Ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, és keressetek meg a Facebookon is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!